Sziasztok, Ferír vagyok, ez pedig nem más, mint az Elden Ring végigjátszásomnak a hatodik része, hogyha jól emlékszem. Ugye Margitot próbáljuk legyőzni, nem túl sok sikerről eddig. Ez a rész lehet, hogy arról fog szólni, hogy mindent megpróbálunk megtenni, hogy megöljük. Már úgy, ahogy már alakul a helyzet, de még nem az igazi mindig, szóval próbálkozunk tovább. Szóval ez a rész az valószínűleg erről fog szólni. Na nézzük, folytassuk. Ugye ezt tudjuk, hogy Jelly az hasznos. Illetve azt már kitaláltam, ugye, hogy hátba kell néha így ugrasztani. A probléma az az, hogyha azelőtt meghal Jelly, hogy be tudná mérgezni. Tehát időt kell neki nyernünk. Mondjuk ezek még mindig nem tudom, hogy ezt hogy csinálja, de ez egy érdekes. Ezek a dobótőrök is annyira szörnyűek. Neked Margit meglepően gyors. De olyan dolgokat produkál. De próbálom minél gyorsabban lerohanni. Ez jó volt mondjuk. Elfutok a másik oldal fele. Mert jön a Hammer Time. Egyébként egy kicsikét ostobaság volt szerintem. Nyilvánvalóan próbáljuk... hogy mindig ennél a HP formál egyszerűen annyira nehézé válik a fight. Hát körülbelül akkor válik nehézé a fight, amikor meghalt Jelly. Tehát onnantól kezdve ez... Pff, ez onnantól kezdve halál. Nagyon halál. De sokáig fog ezt tartani. Jobb is, hogyha kimerevítem magamat, meg kinyitom az ablakot. Na nézzük. Egyébként tök durva, mert mindig elfelejtem, hogy van nálam az a cucc, amit találtam ott a vérmezőkön. Nyilvánvalóan próbálunk, mondom, időt nyerni Jellynek. Az elején be kell áldozni magunkat valamennyire, hogy Jellynek legyen ideje. Ezt már többször elmondtam. Mondjuk ezt most nem tudom, hogy csináltam, de jó. Nem tudom, hogy nem sikerült. Hátra, hátra, hátra. Azonban nem tudom, hogy a sima atakjai egy Jellynek. Megint. Három izé heavy után ezt is stagger előni. Mondjuk ezt én nem tudom. Jó. Oké. Jó lenne, hogyha Jelly köpne egyet. Üdvözd meg! Ó, Jelly elvonta a figyelmét. Nincs megfertőzve, szóval nagyon szomorú. Ááá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 
Nem tudom, miért nem fertőződött meg. Na most fertőződött meg, de hát ez sokkal előbb kellett volna, hogy tudjunk haladni. Nagyon rossz. Mindig elfeledkezek a lilákról, tudom. Szomorú nagyon. Ez a rész. Is? Á, most. Most annyiszor meghaltam, hogy már nem is zavar az, hogy mi történik, csak most már tényleg szeretném megcsinálni, mert szeretnék tovább jutni. Nyilván. Sok az akadály ezen a pályán. Azt tudom, hogy három heavy után Margit eléggé rosszul érzi magát. Ezeket már úgy egész rutinosan el tudom kerülni. A probléma az utána lévőkkel van. Hogy Jellyre hagyni az egészet. Pedig azt kell mondanom, hogy Jelly elég hatékonyan túlétett. De jó, hogy Jelly arra voltál. Köszönöm. Jó, ez jó. Hát itt most már nem babra megy. Bazd meg. Próbáljunk elhátrálni tőle. Jó. No grip. No grip. Emlékezzünk meg Jelly kapitányról, a hősről. Talizmán pouch. I shall remember thee, tarnished, smoldering with thy meager flame. Cower in fear. Micsoda? Jelly kapitánnyal az oldalunkon. Hülye vagy. Fuck you. Na. Na emberek, ez megvolt. Igaz, hogy körülbelül megőszültem, de megvan. Jó. Hű, hát akkor ezt tudjuk, hogy bossoknál Jelly kapitány nagyon hasznos. Szegyezzétek meg Jellyt, azt szerezzétek meg ti is. Nagyon jó ez a bosshoz, Jelly. Szerintem életerőben rendben vagyunk. A kritikál hites dolog nem volt annyira rossz. Csak az a baj, hogy ritkán van. Bár mondjuk azért jó jön. Nem tudom, egyelőre maradjon. Na, level up. Ugye elkezdjük gyúrni, felgyúrjuk a, szerintem a strength-et 20-ra, bár nem, a dexterity-t akarom, mert ugye van a számszeríjunk. Jó? És akkor így, 17-16 arányban, ugye, hogy a quality-vel jobb legyen a ütésünk. Nagyon jó, 22-esek vagyunk.
most már azért erősebbek is leszünk. És szerintem berakjuk a nyilat is, hogy az íjat, bocsánat, a hátunkra. Igen, micsoda? Keybolt. Így van. Kíváncsi vagyok egyébként, hogy mekkorát lőnek a nyilak. Úristen, mekkora ez a szám szerint, jó ég! Hát az nem kicsi cucc. Nagyon komoly, nagyon komoly. Te, itt van az a rész, ezt mindenki tudja. Itt van az, ahol a kapu nem lehet bemenni, mert úgy szétlőnek, mint a szar. Jéj. Pihenek egyet. Hő. Az Ashes of War-t nem hiszem, hogy akarom használni most. Itt megnézzük, hogy erre mi van. Itt erre le lehetne menni. Körül lehetne nézni. Végülis, de most vissza tudunk jönni. Nézzünk le először, miatt bemegyünk a várba. Azt nem mond nekem, hogy Margitot ki lehetett volna kerülni. Nagyon úgy néz ki, hogy nem... Hát... Nem. De! Lehet, hogy Margitot ki lehetne kerülni. Azt nézem, hogy Margitot lehet ki lehet kerülni. Ó, megpróbálok oda beugrani torrenttel. Ja, de itt nem lehet hívni. Ó, nincs torrent. Jó, akkor teleportálódjunk. Szerintem vissza. Teleportálódjunk oda-vissza. Ide. Ide a main game-hez teleportálódjunk vissza. Mondjuk ez érdekes volt. Mondom, amiután már rájöttem, hogy Margitnál mi a lényeg, azután, tehát hogy ez a Jelly Combo-val. Igen, ez volt benne, ahogy hívják be. You're tarnished, aren't you? Ja, most győztük le Margitot. I would advise against taking the main gate into the castle. De baj, állj, hogy a main gate-en menjünk. It's tightly guarded by hardened old hands. Őrzik nagyon. The guards don't know about it. Az őrök állítanak, nem tudnak róla. Undetected. Yes, that's the spirit. Rámban erre megyünk. Átversz. You're just the kind of tarnished that I like. I pray for your success. Imádkozik a sekerünkért. Jó, erre megyünk. Azt mondja, hogy az őrök nem tudnak erről. Kéne próbálnunk majd a számszeríjat, hogy mennyire jó is. Ez elméletileg erre bevezet. Jó. Meg fura, hogy nem találtam egy titkos falat sem. Mi a saskardos madár, jó isten vagy te? Sasmadár, kardmadár, kardsas! Hülye vagy, ez nagyon komoly atüt. Kapd el! Repülő ellenfél ellen mondjuk ez kifejezetten jó ez a... Ez a lövedék. Hű, arra is van egy... Grace, nagyon jó. A hülye madár milyen rohadt erős volt. Körülnézek, utána ülök csak le, mert szerintem ez a kardsas ez visszajön.
A büdös mindenit. Itt van még egy karcsos lent. Ez egy ilyen kis toronya, mint látom. Lehet, hogy a karcsos innen jött. Kéne majd craftolni valamit lassan. De nem lehet bemenni, amint látom. Szomorú. Kezdjünk el craftolni valamit. Hát, ha tudunk. Például dárcokat, bármit. Megnézem, mit tudunk craftolni. Azt mondja, hogy tudunk nyilvesszőket, ívesszőket craftolni. Ez micsoda? Nem, ezek bondártok. Jó, bondárcokat. Úgy. Bondártokat csináltunk. Azokat be is rakom a kukri helyére. 15-ünk van. Azért az jól jöhet. Azon az őről le is teszteljük, hogy mit tud a számszerű. Jó, ezt elcsesztük. Mindig sikerül elcsesztem. Jó. Eddig nem találtunk. Nem rossz. Vagyunk nem túl gyors és nem túl pontos. Hát, érdekes. Nem tudom. Jaj, te visszajött a karcsas. Hát, a jó öreg. Ahogyan... Han Solo mondta, ezzel a karddal többre megyünk, mint ezzel a spádéval, meg ezzel az egésszel. Na. Ezek jól néznek ki. Nekem ezek nagyon tetsz. Jézusom. Van neki weapon artja. Csá. Hát azt a számszeriet egyelőre megtartom, aztán majd meglátjuk. Mered letter shield. Jó. Erre lehet bemenni. De ezek innen jöttek ki egyébként. Golden Room. Jó. De még egyszer körbefutok. Semmi. Ó, ezek nem örülnek szerintem. Dobál. Hát ne dobálj, bazzeg. Először lehet, hogy föl kéne menni. Vagy nem. Na, most fog jönni, szerintem most fog jól jönni a számszerű. Hát mindenedet. Nem ütünk túl nagyot vele. Nem valami pontos, ami zavar.
Te vagyok hülye, vagy valaki jött? Hát nem jött. Még van hozzá veszünk. Ó, egyébként ilyenekre mondjuk nem rossz. Csak azok könnyen kitérnek. Úgy. Hát, nincs valami sok boltom. Jó, az halott. Egyet megöltünk. Egy. Kettő. Kifogyott. Nézzük meg, hogyha van. Valamibe belehat. Okay. Menjünk föl. Föntről lehet, hogy előnyben vagyunk. Lent van egy őr. Arra lehet, hogy ráugrunk majd. Megy egy kört, óriási nagy alabárgya van. Ja, erre ráugrunk. Egy weapon art. Törjünk szét mindent, hogy lássunk. Nagyon jó. Hooklaws! Ó! Oh, ez izé! Jozsobák karom. Harci karmok. Egy szóval. Nagyon jó. Titkos van? Nem. Erre ennyi volt akkor. Na, meg kéne nézni, hogy nincs-e több dárcom. Nincsenek boltjaim. Majd kell venni. Érdekes. Szegény szobrot nem akartam szétütni mondjuk. Ezek robbannak? Akkor hogyha ráütsz? Nem? Akkor nem, hála Istennek úgy működnek, mint az előző Dark Souls-okban. Ez még megy fölfele is. Throwing dagger. Jó. Helyes. Locked. Miért is lenne nyitva? Ezt inkább így majdnem kihagytam. Szent Trinaz Ero. Oké. Valahogy várató volt. Ki kellett itt tartani. Nem tudom, hogy ez a hely ez mennyivel jobb, mint a... Ide miért lehet ugrani? Csapda! Ez volt a trükk. Lecsal ide a játék. Hogy ne, tehát, hogy ne öljed meg. És akkor berád robbantja. Ekkora egy genyó dizájnt. Azt a kurva életben.
Ezt meg esélyed sincs fízélni. Ezt a trombitás jószágot. Ó, ad a 2000 szól. Ó, az meg. Ó, egysém. Hát, hogy az őrök nem tudnak róla. Hát itt ugyanúgy tudnak róla. Ott itt őrzik. Á, Istenem. Na mindegy. 2000 grészt elbuktunk. Nincs ezekkel se gond úgy. Megölhető mindegyik. Csak a nagyobb probléma inkább ezek a visszatérő bombások. Hogy ezeket hogy győzöd le, ugye? Itt meg kell, ki kell bételni, hogy ugye berobbantsák az egyiket. A másikat is. Utána hát a izén, mint a John Rambo. Aztán gurulj, mert felrobbant. Common shoes. Cipők. Hogy dobja oda? Jó. Jó. Még egyszer nem dőlünk be. Most már van cipő. Van egy cipőnk. Common shoes. Jobb, mint a semmi. Toprongyos. Végre a karakterünknek legalább van egy cipője. Ez a lovag. Azt a kurva életbe, hogy meghaltam. Ezt a lovagot ezt itt meg kell ölni bent. Jó, kiröhögött. Ez szerintem át vagyunk itt verve. Szerintem ez az út az egyébként, ez nehezebb. Abba a szobába a lovag van. És bezárja mögöttünk az ajtót. A csávó. Az a... Szerintem itt úgy át vagyunk verve, mint a húzat. Meg itt olyan, mintha várnának minket. Nem vészesen nehéz ez a rész, csak hosszú. Hát nem tudom, hogy ezt a lovagot mondjuk itt le tudjuk mondani ezével. Így ennyivel.
ugye kinyitod, bemész, és akkor you are dead. Ó, de hát ennek a lovagnak van egy weapon árnya. Jó, nem legyőzhetetlen, mert sérül, tehát nagyon sérül ám. Ide úgy kell megérkezni, hogy mindenünknek föl kell lennie töltve. Igen. Ezt a lovagot le akarom győzni. Tudni akarom, hogy elő csak egyedi, hogy ad valamit. Mondjuk a páncélját odaadhatná. Ez jó lenne. Hagyjuk, hogy itt kitrombitálja magát. Aztán hagyjönnek egyenként. Vetered straight sword. Itt megvárjuk, amíg ledobják ezeket. Jó, egy. Inkább ez a probléma, hogy ezt ki kell várni, amíg lerobbantják itt. Mit dobtál? Én utána ugrottam. Ezt a lovagot most nem akarom ott lenn megölni. Vagy hóhérkát. Nagyjából egy olyan három italra mindenképpen szükségünk van. Marcon a lovag ellen. Ja igen, még itt van ez is. Azon gondolkodok, hogy menjünk oda be. Lehet, hogy ezt a blessinget elhasználom. Tehát bemegyünk így. Ez a támadás, ez kemény. Úgy van, hogy ez... Ez a támadás az a legkegyetlenebb. Jó! A fekete lovak halott. És nem dobott semmit. Á, de dobott a Rusty Key-t, itt őrzik. Nem mimik? Oké. Okay. Curved Sword talizmán. Eljjem. Hát, én most ezt visszacserélem a izére.
Egyelőre erre, mert úgyse tudjuk használni, és így legalább látok valamit. Itt van a kulcs. Szerintem ez a lovag, ez mindig itt lesz bent. Erre lehetne mondjuk még menni. Tök mindegy, amit látom, ezt a kulcsot, ez fontos volt így is úgy is megszerezned. Mert igazából anélkül nem tudsz bemenni ide. Igen, mert itt van egy létra. Nagyon jó. Tudunk gyorsabban mászni? Aha, tud. Aha. Itt úgy van, barátom, hogy itt át kell ugrani. Fire Grease. Jó. Oda még nem megyünk át. De innen meg oda hát lehetne ugrani elméletileg. Így. Ó, bazeg. És még örüljünk, hogy ennyivel megúsztuk. Az a baj, nem töltődött vissza a flaszk. Meg van törve a momentum. Kéne találnunk egy Grease-t. Grace-t. Arra már voltunk. Folytatjuk erre az utat. Ó, az anyádat! Rohadt kis szemétládám ez az összes. Itt be van adva nekünk a szöveg, bazd meg, hogy nincs senki, aztán mindenki itt van. Még, hogy nincs itt senki. És itt? Hol a picsába vagyok? Valahol már fönt vagyok, a nagyon fönt. Itt megnézem ezt, hogy erre mi van. Valami van itt. Mushroom. Jéj. Merek annyira agresszívan menni, mert... Erről lehetne kerülni, de mi értelme van? Semmi. Ez valami nagyon mozog, ilyen nagy-nagy csörtető hangja van. Van egy nagy lovag. Ó, ez ugyanolyan Black Knight, mint a izé.
Megpróbáljuk így kikerülni. Felállok, és felhúzom. Nem lehet meghúzni. Hát... óvatosan nézzünk körül. Ó, az jó. Az jó, mert ezt érintsük is meg gyorsan. És akkor innen tudjuk folytatni. Ez nagyon jó. Hú, a mocsok minden itt neki. Hát azért ez... azért ez komolyak azok a dolgok, amik itt vannak ebben a kastélyban. Na is ugyunk pihenni. Hát igen. Flaszkokat tényleg nem tudom. Nem tudom. Nem tudom, sajnos nem tudom. Mindig nem. Akkor viszont... mennyi. Erre majd lehet menni. Ez hol van? Az majd arra vezet, ott van a karcsas. Oké. Okay. Egyelőre még ide nem megyünk, ide látszik, hogy erre kéne menni. Megnézzük a lovagot. Ez hova vezet? Azok így nem működnek. De meg kell nézni ezt a lovagot, le kéne győzni, idegesít. Még amíg megfordul. És majd hátba támadjuk. Még nem most, mert így nem tudjuk. Elég gyorsan visszafordult, láttátok? Na, a lovagot meg akarom ölni. Nem mint hogyha valami személyes agendám lenne ellene, csak... csak megöljük. Hát, ha dobnak páncélt. Hát azért ez megsérült. Komoly képességeik vannak mondjuk azért, baszki. Mindegyiknek van egy ilyen Art of War-szerűsége. Ez a Storm dolog. Ami azért komoly cucc. Én nem lehetett a lovakkal elérni semmit. Amint látom, nem. Nincs kar. Nincs kar. Feljebb van egy kar. Erre se kell menni. Tudja, hogy elhagyunk egy-két dolgot ittem. Ezt a kart megpróbáltam felhúzni. Húha. Hát ezt nem tudom, ez hogy sikerült, de elköszönjük. Ezt hogy jutok át oda, bazeg? Hogy jutok át? Ajj, már látom, hogy jutok át. Kezdem látni. Tényleg itt át tudok így erre üdvelni. Áhá, csak gyáva voltam.
Jó, megvan. Itt azért ebbe a játékba az ugrás azért egy jóval nagyobbat tudsz ugrani. De hozzá, nagyon hozzá vagyok szokva ez a... Egy. Azért csak eltaláltál te szemét. Remélem azért bolt van nálad. Nem nagyon. Throwing dagger. És ez most miért jó, hogyha mi ide átugrunk? Ami alapján, hogy semmi nincs rám. Csak azt, hogy az IA-t le tudtuk pöffenteni. Nem vettem innen fő. Ja, hogy ide csak így esni lehet onnan, aha. Nem lehet meghúzni valamiért. De lehet, hogy, lehet, hogy teljesen lentről kell beüzemelni. Van egy ilyen folyosószerűség. Körbe megy. És itt lesz a lovag szerintem. Így van. Azt hiszem, ez a kürtösök. Yes! Azokat ébresztette volna ott föl. Érdekes, hogy itt csak ennyi lenne. Ez nekem fura. Bolt. Mushroom. Hát... Ez itt láthatólag ennyi ez itt fönt. Ez a bástya itt. Mushroom volt. Bár mondjuk. Innen így tudsz ugrani arra. Azért nem teljesen értelmetlen, amint látom. Mert innen ugye át tudsz ugrani oda. Így. Onnan pedig oda. Ami nekem már 100 IQ move-ok vannak itt, kérem. Még a 100 IQ az még nem olyan sok. 100 ugye az átlag emberi intelligencia. Itt van valami vajon? Ez egy nagyon jó kérdés, ugye? Itt Albert Einstein is feltett annó, van-e te valami? Hát én nem tudom hol vagyok, de ott nagyon. Van lent valami. Ó, itt volt egy Stone Sword ki. Ezzel lehet nyitni azokat. Akkor azért megérte. Hű, és hol landolok én most itt? Ó, sas! Sőt, ez már a barátja, a tűzköpő. A tűzköpő csibesólyom. Nyádat. A tűzköpő csibesólyomnak. Dozing crosslegged. Aha. Ez egy meg egy emótért ide jöttünk, kurva jó. Jó, és akkor innen hogy jutok le? Hm?
arra? Talán. Valószínűleg, mert arra már nem nagyon, a többi fele már nem, nincs út. Jep, arra kell menni. Így, erre. Úgy arra. Így erre. De jó ég, hol vagyok? Bro, kibérkeltem a játékot. Hát, én nem tudom, hol a pitchbe vagyok, de ott már tényleg, hol vagyok? Ó. Hú, bazd meg. Ezek. Jó. Zavarodtak. Hova tűnt az illető? Sekiro style van. Tiszta vér vagyok. Critical Strike volt ugye, abból lehet ugye nekünk életerőt visszanyerni. Hogy belém rugott? Kár, hogy ezek nem dobják el a menő kis köpenyüket, meg az ilyeneket. Éppen most akkor Exile Armor. Yes! Végre valami szebb. Hát, fizikailag Slash-re többet véd, meg a Poisa is több. Ezt fogom hordani most. És úgy nézek ki, mint egy római légionárius. Még a cipőm is egy kicsikét hasonló, ilyen szandálom van. Ha, nagyon komoly. Kis római lettem. Kétkezes pallosra, az az egyedül egy dolog, ami nem annyira autentikus. Kéne egy nadrág, és akkor jók lennénk. Egy nadrág kellene nekem. Kis nadrág. Hűha, hova a picsbe megyek? Már megint valami torony szószak. Ú, de sok madár van itten. Klótalizmán! Ezek mi a jó életek? Az előzőt sem néztük meg, most már nézzük meg. Két talizmán helyünk van. Ó, nem is vettem észre, bazd meg. Enchanted Gar Counters. Enchanted Gar... Ez úgyis ezt használom sokszor, szóval... A jump attack-okat enhanszolja. Szerintem oda én nem tudok átugrani, meg nincs is ott semmi. És ez miért jó, hogyha erre lemegyek? Így. Kurvára el vagyok tévedve. De jó. Jó. Itt voltak az őrök. Akiket hidegvérrel megöltünk. Nekem már csak egy kérdésem van. Az őrök hogy jutottak ide föl? Ajjaj. Kicsikét el vagyok téved, hogy merre kéne menni. De lehet, hogy itt tovább. Nem, a párkányon nincs tovább. Hát erre lefele se tűnik egyébként egy életbiztosításnak. De ekkorát még tud a karakter esni simán. Oké, szerintem jó helyen kezdünk lenni. Van egy lovag, egy olyan Stormveil lovag. Ó,
talán tényleg Han Solo. Amúgy szeretem ezeket a jumping atakokat. Nekem is ám van ilyenem. Visszavágtam neki. Nagyon jó egyébként ennek a fegyvernek a movesetje szerintem az enyémnek. Úgy, lovagd ezt. Ja. Nagyon jó. Én nem tudom pontosan hol vagyok, de ottan vagyok. Ó, ez lett volna a kapu? Ó-ó. A üzélet odaadhatnád. A sisak nagyon tetszik. Ezt nem szeretné odaadni. Bazd meg, ezt beleugrottam. Egyébként ám, hogyha nem figyelsz, ezek is ám kinyírnak. Jobb lesz, hogyha hátba szúrok valakit, mert ez a gyűrű, ez nagyon hasznos, ami nálam van, ez tart életben engem. Nomadic Warrior Cookbook, tizedik rész. Arra nem megyünk most, erre megyünk. Nagyon örülnék, de lenne valahol egy grész. Azt írja, hogy lehet idézni. Majd. Csaljuk ki. Jaj, ne! Ez volt a nagyobb. Olyanok a puff vannak, olyan hangjaik vannak. Várja. Ez most lejjebb van, de ugyanolyan átjáró. Igen, itt vannak az őrök. Ajaj. Ó, basz. Ó, basz meg. Ó, hát az a őrjöngő, öldöklő kapitány. Ó, nem tudtam megmozdulni, de jó. Megpróbáljuk visszaszerezni ezeket. Jaj. Úristen, ez a kaskő, bazd meg. Hát ez nagyon komoly. Jó, hát erre kell szerintem kimenni. És azt nézem, hogy vajon hol lehet a grész, az valahol arra van, azt mutatja. Még a múltkor nagyon eltértem itt az úttól. Itt meg vannak ugye ezek a kartsasok. Egy másik útvonal. Rám dob egy, érted? Egy egész kanna bort. Ami meggyullad. Ha! Ezek hülyék. Betarítottak!
Jó, hát ez nem vicc. Ez nem vicces. Na most nincs életerőm. Azért ez mondjuk itt rögtön, hogy hívják után, ez egy ilyen komoly védelem. De az a kastély, ez rohadt jól meg van csinálva. Ezt el kell ismernem. Mocsok részletes. Tudtam. Tudtam, hogy itt lesz még egy sas, tehát az oda be volt úgy szépen készítve az egész. Warhawk stallom. Ez még nagyon jó ég. Ezt megnézem. Ez egy Dexterity C Straight Sword Pierce. Ezt megnézem. Wow. Nem rossz, nem rossz. De vissza ezt. Smithing Stone 2. Mondjuk ezért talán megérte kockáztatni a bőrünket. Robbanó sasok. Volt rune. Ez komolyan? Ez komoly. Hoppá. Kukri! Á, ez is benne volt, ahogy hívják be. Ez is ilyen védett hely. Ah, nice to meet you. Ah. The pleasure's mine. Üdvözöl minket. Hey, Roger. A sorcerer. Ő egy varázsló. You might have guessed. Ahogyan gondoltuk. Keres valamit. Itt a kastélyban. Hogyha nem, de mindenki itt kint járkál. De kérdezi, hogy mit keresünk mi itt a kastélyban. Mindenkit a tárnisekre vadászok. Feláldozzák a mi fajtánkat draftingra. Nem ez a kedvenc helyem. Meg akarom ölni Godrikot. Here to challenge Godric. Ki akarod hívni Godricot? A great rune, are you? A nagy rúnen. I take it. The guidance of grace. Te látod a kegyt. Well, you can. I'm tarnished, like you. Én is tarnished vagyok, mint te. Unlike you, I've seen neither hide nor hair of this guidance for the longest time. De ő már nagyon régóta nem látja a kegyet. De nem felejti el, milyen volt, amikor tud egy pár mágikus trükköt. As a fellow tarnished, once guided by grace, I'd love to help you out. If it igazából ki akar segíteni minket. Ash of War, Glimstone people. Ash of War, Carrion Greatsword. Az igen. Szóval ezt megtanulnám tőle. Megnézzük, hogy itt ám inventoriba van elég ilyen cuccunk. Ez use. Vagy szerintem nem lesz elég így sem. Nincs nálunk elég. Bár mondjuk ez 5. Ez 2000-et ad. Á, meg tudjuk tanulni, az jó. Azt mondom, hogy vigyünk mindent, amit tudunk. Remélem itt van egyébként egy rész majd a közelbe. Á, battle artot akarok tanulni. Ezt megtanulnám. Az Ash of War, Carrion Greatsword, Colossal Weapon. As expected. Ez micsoda? Peeble. Usable sword as well as pole arm, capable of thrusting. Spinning weapon.
Ja, ezt megvettem. Még tudom? Ez a Glintstone családnak a harci képesség. Igen. Északra tanították ezt. Igen. Fascinating, isn't it? That the Golden Order was pliable enough to absorb. Igazából elmeséli mindegyik ilyen weapon artnak a történetét. With the order broken, twisted, and in need of repair, such adaptability is more important now than ever. Jó. Jó lenne, hogyha valahol lenne Grace. Én még mindig azt mondom. Hát köszönjük, nem? Arra nem megyek. Arra ott egy lovag. Erre meg ilyen kis szutyadékok vannak. Akik mindjárt megölnek. Bár még nem tudom, hogy ezt a weapon artot le akarom-e cserélni feltétlenül, mert ez nagyon hasznos. Hogy előre tudok küldeni egy ilyen szelet. Fenébe is, azért ez kurva hasznos. A lovagot... A lovag, amint látom... Ez a hely, ez valamiért ismerős. Igen. Azok ott arra bemennek. Én erre feljövök. Igen. Ez valahovért ismerős ez a hely, de nem tudom miért. Ezt úgy kellene csinálni, hogy akkor lecsúszni, amikor ők már ott járnak majdnem a végében. Mert jelenleg ezekkel én itt nem bírok el. Így. Hát ez gyönyörű volt. Ez gyönyörű volt a részemről, tudom. Ezt nem láttam. Nem figyeltem a kamerát. Na jó van. Jó, rendben van. Oké. Okay. Királyság. Jó, most a sasokat kiadom. Gyorsan. Csak elfutok mellettük, mert ez egy őrület. Ezekkel megküzdeni. Több vizét fogyaszt, mint amennyit hoz. Igen, már csak itt erre be lehet futni, aha. Igen, és erre is tudsz landolni igazából a... Itt a kastély, valamint... A templomba, úgy értem. Meg ott el vannak odafönt. Ezt megint gyorsan kikerüljük ezeket. Szerintem itt, így itt, lehet, hogy itt maradok fönt. Ott van egy ilyen kötkapuszerűség, azt innen látom. Baszki! Ezek tudnak repülni, nem jó? Nagyon kitartó a rohadékok egyébként. Világ végéig elkerget. Beszarok ezen a sason komolyan. És tudja, hogy ott bent se lesz jobb a helyzet. Bazd meg, ez onnan föntről idáig eljött a szemétje. Hát most már nyugodjál már meg tényleg, hát nem hiszem el. Elkergetett idáig.
Menjünk tovább, mert erre mindjárt jönnek. Úristen. Úristen. Jó. Oda át kéne menni valahogy. Jó. Aja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 j
Ó, bazeg. Jézus. Hát ez a hátba támadás, ez. Ez jól sikerült. Hey. Na jó, szerintem egyelőre legyen ennyi elég. Kicsikét belefáradtam. Ez ide leszek, hogy elfáradtam ebben. Nagyon-nagyon-nagyon nehéz. Úgy külthelyen a játék, de jó. Szóval, tisztelt nézők! Innen fogjuk következőleg folytatni. Hála Istennek azért már bejutottunk valamennyire a Stormvale Castle-be. Fel is fedeztünk dolgokat, amiket ugye csinálnunk kell. Szóval innen fogom folytatni. Én minden esetre szeretném megköszönni a szíves figyelmeteket, és akkor találkozunk a következő részben. Sziasztok!